mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakon járok mozgóképi kommunikációra. Azért választottam, mert nagyon érdekelt a média, meg az azzal kapcsolatos gondolatok. Kamera használatát tanultuk idáig. Operatőrködni szeretek, meg vágni is. Az utómunkákban is otthon érzem magam. Igazából az összes fázist szeretem. A szerkesztés is tetszik. Ennek a kreatív része. Maga az, amíg összeáll úgy egyben ez az egész. Megtanuljuk az utómunkát, hogy hogyan vágjuk össze a filmet. Illetve az effektekkel foglalkoztunk eddig. Hogyan rakjunk alá hangot, hogyan szabályozzuk a hangnak a minőségét. Szeretem azt, hogyha kapok egy anyagot és abból valamit csinálhatok, és én adom ki a végterméket. A vágás is jó, de a forgatás része maga nekem sokkal jobban tetszik. Annak van egy ilyen hangulata, vagy nem is tudom, ami annyira megfogott. Azt gondolom, hogy amikor dolgozol egy projektem, akkor annak minden egyes fázisában magán a projekten jár az eszed. Nem azon, hogy én mennyire szeretek vágni, vagy mennyire szeretek forgatni, hanem hogy mi az, amit jelen pillanatban én leginkább hozzá tudok adni. Amikor megkaptuk a kamerát, akkor láttam a többiek, hogy milyen izgatottak, hogy milyen jó dolog az, hogy mi már forgathatunk. És nagyon az alapoktól kezdtük, ami szerintem nagyon jó, mert megtanultuk, hogy hogyan működik az egésznek a folyamat, és lehet, hogy még nem vagyunk annyira jók, de belelátunk ebbe az egészbe. Te magad is meglepődsz rajta, hogy mindenben találod meg, amire nem is gondoltad korábban, azt a látásmódot, ami egy elkészült filmet a közönség számára is izgalmassá tehet. Kitalálni egy gondolatot, hogy honnan vagy merről vegyük fel, vagy hogy utána hogyan vágjuk meg azokat, esetleg feliratokat, effekteket elrakni, ez nagyon érdekes dolog szerintem. A megalkotástól kezdve a készmű bemutatásáig ez egy nagyon izgalmas dolog.